Felemás év volt 2020. A tervezett fejlesztéseknek csupán a felét sikerült megvalósítaniuk a faluban, így értékelte az elmúlt évet Lőczi László Jágónak polgármestere. Az önkormányzat számos pályázatot nyújtott be a Magyar Falu program keretében, ám mindössze 2 nyert támogatást, a többit vagy elutasították, vagy a kialakult veszélyhelyzet miatt várólistára tették. Az egyik pályázatunk az a sportparkkal kötődik össze, az egy 10 sporteszközzel valósult meg ilyen 5 millió forint nagyságrendű pénzből. A másik magyar falus pályázatunk az pedig a temetővel kapcsolatos. Ott közvilágítást tettünk ki, napelemes 6 lámpatestet tudtunk kiépíteni, és egy új halottas hűtőt szereztünk be. Mellette a temetőben volt még egy pályázatunk, ez líderkeretből valósult, meg itt pedig a ravatolózónkat kellett felújítani, hát ez még a régi tanács rendszerből maradt ránk. A ravatolózás azóta nem nagyon volt hozzányúlva, úgyhogy most már ráfért egy felújítás, és egy ilyen 4 millió forint nagyságrendű pénzt tudtunk rákölteni. Az év végén 30 rászoruló családnak tudott segíteni az önkormányzat a tűzifa programmal, a közmunkaprogram pedig sikeres volt, egész évben működött, tette hozzá a polgármester. 6 főt tudtunk foglalkoztatni egész évben, ebből 3 hölgy és 3 férfi munkaerőnk van. Itt ugye a településen a mindennapos dolgokat, a szemétszedéstől a fűnyírásig, a hólapátolástól kezdve ezeket a dolgokat csináljuk. Tűzifát, éppen a szociális tűzifát ugye közmunkásokkal oldottuk meg a kiszállítását, és ebből van egy hölgy még, aki a ugye mivel Jágon akkor nem üzemel óvoda, így az óvoda kíséretet kapott szekcsőre, azt is közmunkaprogramon keresztül biztosítjuk, hogy a az óvodásaink egybeérjenek oda az óvodába. A közösségi programok, amelyeket minden évben vár a falu apraja nagyja, Jágonakon is elmaradtak. A gyerekek nagy bánatára a Mikulás sem a megszokott módon érkezett. Minden évben műsort szoktunk szervezni ide a művelődési házba a gyerekeknek. Ugye a mozgókönyvtáron keresztül szoktunk valami fellépőt szerezni nekik. Hát idén sajnos ez is elmaradt, de viszont nem feledkeztünk meg a gyerekektől. Idén házhoz ment a Mikulás, és minden gyereknek egy Mikulás csomaggal kedveskedett az otthonába. Karácsony az megint csak az idősekről szólt és a gyerekekről. Ugye a gyerekek részben vannak sajnos olyan családok, akik nem nagyon tehetik meg, hogy kellő módon tudják megajándékozni a gyerekeket, mert sajnos az anyagi helyzetük nem úgy engedi, hogy megtehessék. Mi erre azért gondoltunk, és minden kisgyereknek karácsonyra 15 000 forintot biztosított az önkormányzat. A nyugdíjasoknak, most úgy mondom, hogy a 60 év felettieknek pedig 10 000 forinttal járultunk hozzá a kis karácsonyi ajándékkal. Úgyhogy hát ez kb. Ilyen 1,5 millió forintot osztottunk ki. Idén folytatnák a fejlesztéseket, van mire elkölteni a pályázati forrásokat. Nagyon sok tervünk van, ugye ami a tavalyi évben nem sikerült, azok ugye tolódnak előttünk, azt mindenképpen szeretnénk megvalósítani. Ugye most javarészt itt az önkormányzati épületeket szeretnénk jobban korszerűsíteni, felújítani, és ezeknek a felújítását, ugye, mint tavaly évben belett adva a pályázatba, csak sajnos sikertelen volt. Mindenképpen szeretnénk felújítani a hivatalnak az épületét, mert ugye ez több funkciós épület, ugye az orvosi rendelőnk is itt van, és azért az orvosi szolgáltatást azért szeretnénk olyan szintre emelni, ami erre az időszakra már ugye megkövetel. És a művelődési házunk a másik, amit ugye szerettünk volna. Ott is ugye tetőnyilás, zárócsere, fűtéskorszerűsítés, szigetelés, ilyesmit, akadálymentesítés, amit meg kellene csinálni. Mellette ugye, hála jó Istennek, az úthálózataink az egy pár évvel ezelőtt azért 90%-ban új szilárd burkolati útokat tudtunk építeni,
De viszont még vannak elmaradások, van még egy Darabka utca, Zrínyi utca, amit szeretnénk szilárd burkolattal ellátni. Vannak a két párhuzamos utca között, vannak közök, amiket szeretnénk felújítani. És ugye a Jágonokorony partra egyre többen költöznek ki, és ott is azért most ugye a postaszolgálat az már megvan, úgyhogy a postás autó kijár, hulladékszállítás, ilyesmi, oda is kijárna a szemetes autó összeszedni a hulladékot, de ott is szeretnénk egy szilárd útborkolatot, meg egy közvilágítást eszközölni. A csapadékvíz elvezetés és a járdafelújítás is napirenden van, mivel Jágonak hármas határon fekszik, Tolna, Somogy és Baranya megye határán, ezért érdemes lenne kihasználni az ebből adódó turisztikai lehetőségeket is, tette hozzá a településvezető. A hagyományokat is tovább folytatná az önkormányzat, szeretnének falunapot, nyárbúcsúztató programot szervezni, a szokásoknak megfelelően megtartani az idősek napját és a Mikulás ünnepséget is. Csak remélni tudják, hogy hamarosan ismét visszatérnek a korlátozásmentes hétköznapok.